Hadd szóljon! A Klubrádió túlélési gyakorlata. Nagyon megúszós kérdése, hogy van, de mivel betegeskedett is, mielőtt találkoztunk. Hát egy kicsit meg... fáj nekem. Fáj, de hát nem panaszkodom, mert szégyellem, hogy ennyi idős koromban meg vagyok sértve, valami fáj. Hát Istenem, hát így élünk. Tényleg most először mondott le életében előadást? Hát ilyet igen. Ez egy frenetikus jó vígjáték, amit játszottunk volna. És visszahozni nem lehet, mert ez egy nyári szezon. Hát ha Isten engedi, és jövőre még élek, hát ha pótolhatjuk. Nagyon sok interjú önnel arról szól, hogy sosem hagyja abba, ennyi idősen is játszik, úgyhogy de ezt most, már... most meg kell mondjam, bocsánat, hogy közbevágtam, hogy most úgy érzem, hogy ez egy figyelmeztetés volt, hogy Erzsi, állj le, csak annyira szeretek játszani, és ha csak rá gondolok, már az is egy hatalmas öröm, és a betegségem ez az isi játszom óta. Játszottam egyet a játékszínben, a 8 nőt, amiből a 225-et játszottuk, 10 éve megy. Hát ez is egy olyan, hogy bemegyek, és már maga az, hogy akikkel találkozom, akikkel 10 éve együtt játszom, az egy öröm. Ugye, hogy hát a 250-ig csak el kell menni, legalább. Hát azért ez, igen, nem semmi. Ezt mondta az előbb, hogy lehet, hogy figyelmeztetés, de azt gondolom nem tudja elképzelni, hogy nullát nem, játszik. Nem, egyelőre még nem tudom elképzelni, mert rettenetesen várom most is, hogy menjek, hogy csináljam, mert hát ez az életem. Egyedül élek, a lányom ugyan hazaköltözött Olaszországból 33 év után, és napi szinten beszélünk, és ha tudok, megyek hozzá. De hát... én még élem az aktív életemet olyan értelemben, hogy vezetek, csak a városba, mert már vidékre nem megyek. Szóval azért tudom, hogy van határa a dolognak, de jól érzem magam attól, hogy piacra járok, bevásárolok, megcsinálom magamnak a kis kajámat, én főzök rendszeresen, nem minden nap, mert ugye olyan keveset nem tudok főzni, hanem szépen spejzolok, rakoskodok. És aztán az, hogy megyek, az nekem egy boldogság. És ez a, ne haragudjon, mindig közbevágom, mert én bennem elindul, és akkor mondom, hogy akkor csinált velem egy újságíró riportot, mielőtt ez a fájdalom rám tört, és soha ilyet nem szoktam mondani, és most azt mondtam, hogy nekem ugyancsak kérdezte, hogy mi tart engem frissen, és azt mondtam, hogy nekem a színpad az infúzióm. Mi történt? Két nap múlva beütött a rak, és kaptam az infúziót. Csak nem a színpadon, hanem azt a nyomorultat, ami napi 2-3 szúrás volt, mert hát már a vénáim ugye meg. És fél attól, hogy egyszer majd nem fog menni? Hát nem, mert akkor abba hagyom. Hát az az igazság, hogy a Szinetár Miklós volt az én osztályfőnököm 65 évvel ezelőtt a főiskolán. És ő a búcsúnál mindenkinek mondott valamit, útra eresztett, és nekem azt mondta, addig leszel a színpadon, amíg a fejed meg a lábad bírja. Akkor nem értékeltem ezt, és most rájöttem, hogy milyen igaza van. És még ő is dolgozik, nem? Úgyhogy... ha az osztályfőnöke dolgozik, akkor ön hogy ne dolgozna? És hát 92 éves, és milyen, mint a napsugár, ugye? Sokat játszik együtt nyilván fiatalabb színészekkel is, meg nagyon fiatalokkal is. Igen. Azt gondolnám, hogy az is frissen tartja valamennyire az embert. Hát imádom, és... szeretem őket. Szeretem, nagyon jó köztük az a nyüzsgés. Élvezem azt, hogy én már nem tudnám ugyanazt csinálni, amit ők, mert egy teljesen más... életformát élnek, mint mi ez a bulizás, ez a nyomkodás, ez mondjuk nem az én világom, az a, attól azért megőrülök. Nincs is Facebookja? Nincs. Jobb az, ha nincs. Igaz, hogy ebből kifolyólag mindenhonnan kizárnak. Nem tudom, miért hiszik azt üzemek, vállalatok, mindenféle szerv, ahol nekem ügyet kell intézni, hogy Facebookon jelentkezzen internet. Miért? Hol van az előírva, hogy nekem azt csinálni kell? És hát ha miért nem intézhetem el telefonon? Mert Magyarországon pillanatnyilag a telefont senki nem veszi föl. Magán igen.
De vállalat, hát a körzetét körülbelül egy hetet szánok rá, ha receptet kérek, és amikor beleszól, olyan zavarba jövök, hogy nem tudom, mit akartam. Mert annyira megrendülök, hogy végül is fölvették. A színházban kettőben is játszik még, talán igen. Nem is tudom, kettőben hogy... játszom, ott játszom egyet a játékszínben, a Turaidában játszom ugye a fergeteges végjátékot, és még két másik darabot, tehát ott hármat, és van egy magán, azt is színházban csináltam, de most már inkább meghívnak, akkor megyek Pásztor Óra címmel, de a hivatalos neve a színházban az volt, hogy Veri az ördög a feles. Az életemről szól, a pályámról, mesélek a kollégáimról. Hát ugye 65 év, az nagyon-nagyon nagyon szép idő, úgy gondolom, hogy talán én vagyok a legidősebb színésznő, aki még színpadon van. És ugyanazt mesélni minden előadásban, vagy nem, közben eszébe nem, jut, hát nyilván, hogy... nyilván más, sok jutnak eszembe, és föl szoktam írni, de azt leteszem, mindig mondom, hogy egy kis asztalka legyen, azon van a víz, a szemüvegem, meg egy cédula, hát soha nem veszem föl, hanem ami jön, és akkor az egyik és eszembe jut. Csak az is, hogy a név, vajon eszembe jut lenne, nevekkel vagyok, az nagyon-nagyon zavar. És mindig a Feleki Kamilka jut eszembe, aki ilyenkor mindig azt mondta, hogy te, hogy is hívják, rossz neve van. Na, de hát mindenkinek nem lehet rossz neve, mert nekem most már mindenkinek rossz neve van. Hiányoznak, akik már nincsenek? Nagyon, nagyon, megsiratom őket, mert nekem olyan, hát barátnőm volt az egyik legjobb a Schubert Éva, aki hát egy csoda volt, mindennel meg tudtam keresni, kérdeztem valamit, Évi, mit csináljak, mondd, hogy mi. A Temesi Hédi, Földi Tercsi, ezek mind olyan, nem tudom elmondani, mindegyik másmilyen, de valahogy úgy összetartoztunk, és olyan sokat kaptam tőlük. És hát én is adtam, gondolom, szívemet, lelkemet. Ezek nagyon, de hát Székhelyi Józsi volt nekem a férfi kollégák között a legjobb barátom. Hát azt nem tudom elmondani, hogy naponta eszembe jut a Józsi, hogy mit csinált, hogy csinálta, mit mondott, vit. Amíg Szegeden volt igazgató, minden évben meghívott egy szerepre. Volt, hogy kettőre is. És a barátsága, hát nem is tudom elmondani, hogy az mit jelentett nekem. Főzött nekem, mikor ott vendégszerepeltem, akkor volt éppen egy olyan rossz időszakom, anyukám, megyek, érted, az előadás végén hazaviszlek, csináltam sóletet. Nem tudom elmondani, ezek úgy jönnek vissza. És hát azokat a nagyokat, akik nekem nagyok voltak, a főiskola kezdete óta, ugye nagyon nagy szegénység volt az 50-es években, amikor én a főiskolára kerültem. És harmadévtől lehetett színházban statisztálni, de a színhatár elintézte, hogy másodévtől mehettünk, mert a fiúk annyira szegények voltak, hát én is, csak én otthon laktam, ők meg kollégisták voltak, hogy statisztálhattunk a nemzetiben. Úgyhogy másodéves korom óta mentünk oda. Na most az, hogy oda bekerültünk, hát ezt nem tudom elmondani, mert ma már ilyen nem létezik. Hogy megláttam a Máté Erzsit, és az elállt a lélegzetem, mert annyira imádtam őt már előtte. Nem volt olyan, 9 év volt köztünk, de hát nekem ő egy csoda volt. És akkor a folyosón megláttam, és mondtam, tegeztek is a marha, mondta az Erzsi, az ő. Hát kirepültem onnan boldogságomban, hát ez olyan volt. Mindig elmesélem, hogy a Sinkovics, ugye hát attól, hogy statisztáltunk, mindenkit is a tragédiában, hát ez egy mámor volt. És akkor már leszerződtem Debrecenbe, az volt az első szerződésem, és akkor jöttem föl forgatásra, és az Imre kint ült a padon, a filmgyár udvarán, és én rögtön oda mentem, és mondom, hogy szeretnék bemutatkozni. Fölugrott, és azt mondta, Erzsikém, hát mit képzel maga rólam?
Hát hogy ne tudnám én, hogy a Pásztor Erzsiki csoda. És hát ez olyan nekem csodaszámba ment. Szóval ezt mi rajongók is voltunk egyben, ünnepeltük őket, szerettük Álmán Gyuri. Hát nem tudom, Besenyei, mikor azt mondta, Bözsi! És hogy én őket még ismerhettem. És ott a Hertinél a büfé, ami maga volt a csoda, hogy ott ülhettünk és hallhattuk ezeket beszélni. Beszélni, és a közelükben voltunk. Ez ma nem jelent semmit. Úgy van, jó, hogy ma egy celeb világ van, és a színészeket teljesen ledegrad. Hát szóval ne is beszéljünk róla, mert nem panasz. De hát ez az igazság, hogy úgy beszélnek, mikor bemondják, hogy a nem tudom én milyen csatornának a sztárja, és mond egy nevet. És akkor este bemegyek a színházba, és mondom a lányoknak, gyerekek, ki az a, nem akarom mondani a nevet. Néznek rá, senki nem tud semmit. Istenem, de tanulatlanok vagytok, mondom én. És akkor valakinek kezébe jut, hogy egy olyan bentlakásos nyavajába volt egyszer az asszony, mondja. Hát igen, hát ezek mennek. Mit szeretne még elérni? Vannak még ilyen konkrét célok? Azon túl, hogy legyen holnap is színház? Hát azon túl, hogy szépen menjek el, hogy ne legyen szenvedés, hogy ne legyen meg, és úgy, vagy aludjak el, vagy a színpadon úgy, ott esek össze is legyen vége. Hát az szép lenne. Az lenne a mesébe való. Na de hát ilyen nem létezik. Beszélgettünk még a felvétel kezdés előtt, ez mindig egy rossz mondat, kicsit az inflációról, és az jutott eszembe, hogy hát most azért picit mindenkinek nehezebb az élet. Igen. És aztán mellette meg még azért egy elég megosztott ország is itt van nekünk. Én néha, amikor önt hallgatom, akkor azt érzem, hogy abban reménykedek, hogy egy picit ebből ki tud maradni. Hát, de azt szeretném, azért, ha beszélek is, mindig azt mondom, hogy próbáljunk meg toleránsabbnak lenni, egy kicsit alkalmazkodni, egy kicsit megérteni, hogy a másiknak is lehet gondja. Ma olyan gorombaság és durvaság van a világban, hogy azt hittem, hogy amikor a pandémia volt, úgy gondoltam, hogy most majd szerényebbek lesznek, most mindenki megérti, most megtapasztaljuk mindnyájan közösen, hogy mi törhet ránk egy pillanat alatt. Pont az ellenkezője történt. Mindenki gorombább lett, mindenki türelmetlenebb lett, és ezt a másikon vezeti le. Hát ez az, aminek meg kéne szűnni. És értékelni kellene. Jó, hogy én nekem volt egy nagyon nagy betegségem is, ami egy halálos betegségem. És amikor fölépültem, akkor azt nem tudom elmondani, azt a mennyei boldogságot, de a mai napig tudatosítom magamban, hogy az mit jelentett. Hogy nekem a tus alatt olyan érzésem volt, hogy ez a legboldogabb, ami csak létezhet ajándék, én azt kapom. Mert előtte fogadott nővér füröztött, mert olyan gyenge voltam. Hát ezeket kéne az embereknek tudni, és én megpróbálom, amikor alkalmam van rá mondani, mert hiszen akkor olyan szeretettel vesznek körül, mert rettenetesen sok szeretetet kapok. És én ezért nagyon hálás vagyok, mert nekem ez minden kitüntetésnél többet jelent, mert ezt nem lehet szabályozni, ezt nem lehet csinálni, nem lehet kérni. Integetnek nekem a pirosnál, meg a ilyenek, vigyázzon magára, mert nagyon szeretjük. Hát ilyen, ezt én értékelem, de nem tudom megérteni, hogy a másik azokat, mert mindenkit érnek ilyen örömök, hogy a gyereke rajzol neki, vagy nem tudom mi, kicsi apró dolgok, hogy miért nem abból építkeznek az emberek, még akkor is, ha baj van, mert hát a baj az sajnos senkit nem kerül ki. Na, telebeszéltem a fejét. Köszönöm szépen nagyon. Kérjük, támogassa ön is a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!